A Kulturpontot látják, köszöntöm Önöket! Rendhagyó kiállítással ünnepli 25 éves születésnapját a Várfog Galéria. Az intézmény nagy termében, a Várfog Project Roomban és a Várnegyed Galériában egyszerre nyíló jubileumi tárlat a galéria történetének legfontosabb és legemlékezetesebb pillanatait mutatja be. Egy galéria, amely a rendszerváltás évében a legnagyobb társadalmi változások közepette született, és amely megalakulása óta ugyanazt az értékrendet képviseli. Szinte napra pontosan 25 éve nyitotta meg kapuit a Várfog Galéria, a kortárs magyar képzőművészet egyik legfontosabb alappillére. Az elmúlt negyedszázad történetét most egy nagyszabású kiállítás segítségével ismerhetik meg az érdeklődők. A Várfog Galéria idén ünnepli fennállásának a 25 éves évfordulóját. Erre a kiállításra nagyon készültünk. Igazából az egész év erről az évfordulóról szólt. Különleges programjaink voltak, különleges kiállításaink, de mégis november 30-a a jubileumnak a legfontosabb napja, hiszen pontosan 25 évvel ezelőtt ezen a napon nyílt meg a Várfog Galéria, mint az egyik első kortárs galéria Magyarországon. A kiállítást komoly kutató munka előzte meg. Az elmúlt 25 év történetének bemutatását segítik a padlón elhelyezett fotók, vagy ez a hatalmas tabló, amely egy önéletrajzhoz hasonlóan időrendi sorrendben foglalja össze a galéria legjelentősebb eseményeit. A kiállításon meghatározó az, hogy most a Várfog történetére helyeztük a hangsúlyt. Első rangú szempont volt az, hogy nagyon különleges munkákat válasszunk. Az is fontos szempont volt, hogy ne csak a jelenlegi állandó művészkörünknek a 22 tagja jelenjen meg, hanem akár visszahívjunk fontos művészeket, akiknek meghatározó kiállításai voltak korábban a Várfog Galériában. Az elmúlt 25 évben a legnagyobb kortárs magyar alkotók mutatkoztak be a Várfog Galériában. Művészetük és formabontó akcióik, különleges képek, archívfotók és dokumentumok segítségével elevenedik meg. Mögöttem látható például Herman Leventének tényleg emblematikus Ádám és Éva sorozata. Herman Levente 2008-ban csatlakozott a Várfog Galéria művészköréhez. Ez volt az első nagy kiállítás itt nálunk, és mint láthatják, egy nagyon különleges sorozatról van szó. Végül is azt mondhatom, hogy majdnem teljes egészében megjelenik az akkori kiállítás, tehát egy rekonstrukciónak is nevezhetjük ezt a kis sarkot, ahol Herman Leventének ugye ez a különleges munkája, vagy munkacsoportja megjelenik. Ez is egy meghatározó pont, vagy akár ugye az egész kiállítás Bodocki Istvánnak egy alkotásával indul, vele nyitott pontosan 25 éve a Várfog Galéria, és hát kifejezetten a Várfog Project Room a kezdetekről emlékezik meg, ide visszahívtunk négy olyan művészt, aki a kezdeti években egy meghatározó hangvételt és irányvonalat jelentett a Várfog Galériában, Gerber Pált, Gerhes Gábort, Kicsiny Balást és Kungul Györgyöt. Ők azok, akik egy régi és egy új munkával összefogják ezt a 25 évet a Várfog projektrumban, és hát nagyon fontos partnerünk a kiállítások megrendezésében a Várnegyed Galéria, az első kerületnek az önkormányzati galériája. Ide pedig 25
magángyűjteményből, kortárs magángyűjteménytől kértünk vissza munkát, hiszen a magángyűjtők nélkül nem tarthatna itt a Várfog Galéria, és nem azt jelenteni, amit ma jelent. Tehát az ő támogatásuk, kitartásuk és művészeti, a kortárs művészet iránti elköteleződésük és szerepvállalásuk is egy nagyon fontos pontja ennek a jubileumnak. Szalóki Károly az intézmény vezetője és egyben tulajdonosa szó szerint a saját kezével építette fel a Várfog Galériát. A kiállítás megnyitóján köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt 25 évben munkájukkal hozzájárultak a budai kiállítótér fejlődéséhez. Kb. 40 négyzetméteres volt a galéria, most olyan 350 körül van, és hát azt gondolom, hogy szeretném még több falat felhúzni, szeretném még, hogy ez a galéria tényleg ki tudna teljesedni itt az utcában, és ebben nekem nagyon sok partnerem van, most nekik szeretnék köszönetet mondani. Legelső sorban a művészeknek köszönném meg, hogy ezeket a falakat sikerült tartalommal megtölteni. Köszönettel tartozom a gyűjtőknek, akik hát lehetővé tették azt, hogy ezt a fejlesztést, ezt a folyamatos fejlesztést meg tudjam csinálni. Köszönettel tartozom a látogatóknak, akik privát galéria térén a egykori kiordis kiállításon hihetetlen számot értek el, 1800-an látták a Kordis Péter kiállítását ebben a térben, ahol most ti is vagytok. Köszönettel tartozom egykori munkatársaimnak, és a gyakornokainknak, akik nélkül nem tudtuk volna ezt a galériát, nem tudnánk ezt a galériát úgy működtetni, ahogy most működtetjük. És köszönettel tartom Kovács Krisztinának és Dírman Vandának, a két művészettörténész kollégának, akik, hogyha én egy picit lazítanék a maximális követelményem, akkor mindig ámszolnak, hogy nekünk a legjobbaknak kell lenni. Földényi F. László szerint a Várfog Galéria nem csak ígéri, de gyakorolja is az állandóságot. Nádas Péter írta egyszer, hogy Budapesten az emberek már évtizedek óta elfelejtették kiduccolni a cipőjüket. Nos, ez a galéria kezdetben egy elhanyagolt bérház palépcsős kincseléssége volt, de aztán kiduccolta a cipőjét, levezette egykori ényét, és rövidesen olyan hely lett, ahová öröm belépni. És a Várfog Galéria ma már épp olyan természetes része Budapestnek, amennyire viszont egyáltalán nem természetes, hogy ilyen sok időn át színvonalát megőrizve fent tudott maradni. Kultúra teremtő hely lett, értékteremtő hely az élettechnikák környező dzsungeljében. A polgári kultúrának egy szigete, példát mutató hely van az értelemben is, hogy imán nő azoknak a galériáknak a száma, amelyek a Várfog mintájára az állandóságot meg a megbízhatóságot tűzték ki célul. A Várfog Galéria fejlődése töretlen, a kezdetben mindössze 40 négyzetméteres kiállítótér mára 300 négyzetméteres galériává bővült. Az intézmény ráadásul nem csak méretében változott, de szerepe is felértékelődött. Abszolút az egyik vezető galériáról beszélhetünk. Ha körbenézünk a magyar galériák között, vagy akár Kelet-Európába, az, hogy egy galéria 25 éve konstans működik ugyanazon a helyen, ugyanabban az utcában, folyamatosan fejlődik, mégis az állandóság, a stabilitás az ott van, az a hit, hogy hosszú távon dolgozik a művészeivel. Tehát számos művészünk, az állandó művészkörnek a tagjai közül 91-től 92-től tagja végül is a Várfog csapatnak, és folyamatosan rendezzük a kiállításokat. Elképesztő volt
az, ahogyan most készültünk a mostani tárlatra, és feldolgoztuk a múltat, ezt a 25 évet, ugye a látogatók itt megtekinthetik a Várfog Galériának úgymond az életrajzát is, és a művészkörének a fejlődését, és ugye minden egyes művészünknél fel van tüntetve, hogy mikor csatlakozott a galériához, és hány egyéni kiállítása volt ez alatt az idő alatt a Várfog Galériába. És azt olvasni, hogy mondjuk El Kazovszkinak 16 egyéni kiállítása volt, vagy akár Szirtes Jánosnak is 13-14, ezek hatalmas számok, és mutatják azt, amiben a Várfog Galéria hisz. Pontosan azt, hogy igenis itt állandó értékekről beszélünk, és konstans ezt képviseljük immár 25 éve. Az évfordulóhoz kapcsolódóan több programot is rendeznek, a galéria történetéről pedig egy könyv is készül majd. Több tárlatvezetést is fogunk tartani, ezeket meghirdetjük majd a honlapunkon, Facebook oldalunkon, és hát, hogy említettem, januárban nagyjából 16-a környékén lehet számítani erre a könyvbemutatóra, a 25 éves nagy jubileumi könyvnek a bemutatójára. Ugye, mivel fontos szempont az, hogy dokumentáljuk a ma esti megnyitót és a kiállításokat, ez még belekerül a könyvbe. A kötet várhatóan januárban jelenik meg. A mesék csodálatos világába kalauzolja el a látogatókat a Mesemúzeum. A Kányádi Sándor ötlete nyomán létrejött intézmény nem egy hagyományos múzeum, ahol vitrinekbe zárt kiállítási tárgyakat lehet megnézni. Sokkal inkább egy olyan hely, ahol a mesék nyomán szányra kelhet a képzelet. Ki ne hallott volna a gonosz boszorkányról, a griffmadárról vagy a feneketlen kútról? A Döbrentei téren működő Mesemúzeumban minden a varázslatos történetek köré épül. Ez a hely azonban mégsem egy hagyományos múzeum. A Kányádi Sándor ötlete alapján 2012-ben létrejött intézmény ugyanis nem vitrinekbe zárt mesefigurákat, vagy éppen híres írók híressé vált történeteinek kéziratait mutatja be, hanem sokkal inkább élmények útján szeretné felkelteni a gyerekek érdeklődését a magyar mesekincs iránt. Nem vitrineket gondoltunk, amelyekben régi mesekönyvek vannak, vagy nem mesefigurákat szerettünk volna nagyba, vagy terepasztalt egy adott meséről, mert annak is megvan a helye, de hogyha úgy gondolom, hogy azok is fontos mondani valóval rendelkezhetnek, de hogyha el kellett ugye döntenünk, és itt volt ez a három terem, és most egy lehetőség van, és hogy elsőre mi legyen, akkor ez alakult ki. Kocka István belső építész látványtervező kollégával dolgoztunk ezen együtt, és emellett döntöttünk egyrészt a népmese mellett, másrészt pedig az interaktív, bevonó, élményszerű kiállítás mellett, amely aztán inspirálja a gyereket arra, hogy kézbe vegyen egy mesekönyvet, esetleg nagyobb eséllyel, vagy egyáltalán elgondolkozzon a népmesék mondani valóján, amelyet nem direktben közvetítünk számára, meg nem szájbarágosan, hanem ahogy mondtam, átéli például azt, hogy ahhoz, hogy valamit elérjen, az dolgozni kell, vagy együtt kell működni, tehát mi drámapedagógiai módszerekkel is dolgozunk, és azokon a feladatokon, amelyek be vannak építve a múzeumpedagógiai foglalkozásba, egy csomó önreflexióra késztető feladat van, együttműködésre késztető feladat van. A múzeum munkatársai odafigyeltek arra, hogy ne bizonyos mesék mentén épüljön fel a kiállítás, hanem a magyar népmesékre általában jellemző szimbólumokat, fogalmakat, feladatokat jelenítsék meg. Bejön az ember az első terembe, akkor ezeket a mesebeli szereplőket sematikusan látja, tehát én árképszerűen, és ez is egy tudatos választás, vagy döntés volt, hogy minél kevésbé húzalozzuk elő azt, hogy mi van a gyerekek fejében, és minél inkább a belső képi világuk működhessen, és ahogy ő elképzeli a saját hercegnőjét, vagy ahogy ő elképzeli az ellenségét, az léphessen működésbe, és egy egyénenként más és más. És egyáltalán nem
hiányzik a gyerekeknek a megszokott, nagyon direkt, nagyon konkrét közeg, amit a rajzfilmek vagy az nagyon erősen illusztrált könyvek képviselnek. Tehát, hogy itt innen tényleg mindig úgy mennek el, és ezt a vendégkönyvben már nem is tudom hányadik, mert sok betelt bejegyzések is bizonyítják meg itt az elmenő gyerekeknek a visszajelzései, vagy egymáshoz szólásai is, hogy na hát, ha nagy leszek, én itt fogok dolgozni, ez volt tegnap például, meg hogy ide biztos visszajövök még, tehát jól érzik itt magukat, és nem, ez csak azért mondom, hogy nekem itt az bizonyosodik be az évek során, hogy tényleg az jó a gyerekeknek, amit kapnak, és hogyha olyat kapnak, amiben egy picit meg kell dolgozniuk belül akár, vagy az nem okoz gondot, sőt örömet okoz. A kiállító térben Lázár Ervin töltőtolla, vagy Janikovszki Éva szemüveg tokja is helyet kapott, de látható itt mesebeli sárkányfog és állkapocs is. A Mesemúzeumban minden feltétel adott ahhoz, hogy az érdeklődők a mesék szereplőivé váljanak. Ez egy családi program, a 7 próba, amelyet a család végigjárhat, az úgy van kitalálva, hogy gyakorlatilag abból 6, mindenképpen 6-ról elmondható, hogy ugyanolyan kompetens lehet ebben egy 5 éves gyerek, mint a nagypapa, hiszen ezek érzékszerű próbák, bele kell nyúlni a faodrába, hogy mit rej, ki kell tapogatni, meg kell hallgatni, hogy ki lakik a feneketlen kútban, és végig kell szagolgatni a boszorkány varázs főzeteinek az alkotóelemeit, és ki kell találni, hogy melyik az utolsó hozzávaló, ami még kell a varázs főzethez, és ezeket mind a gyerek is meg tudja csinálni, és mind ezáltal nem az a tipikus múzeumlátogatás helyzet van, amikor a felnőtt mivel sokkal többet tud eleve, konkrét tudása is nagyobb, ezért még akármilyen kedvesen is, de mindenképpen egy felsőbbrendű pozícióból magyaráz a gyereknek, hanem itt felfedeznek közösen, és mivel mindenki volt gyerek, ezért is volt Sándor bácsitól ez egy nagy ötlet, hogy ez egy vonzó dolog visszamenni a mesék világába egy picit, és nálunk be is lehet öltözni a végén, és sokszor fogadunk felnőtt csoportokat is, tanár, képző, főiskoláról, Petőintézetből is, meg számos helyről jönnek, és olyan szívesen visszamennek a gyerekkorukba, és mire már ide érünk a végére, akkor tényleg ők is koronát vesznek belőlnek, a tromba fotózzák egymást, legyőzik a sárkányt, úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindenkinek jól esik. Népmesék, eleve a keletkezésük is különleges, ugye, és ezt a gyerek a nagyobbakkal egy picit meg szoktuk már beszélni, tehát például, hogyha ők jönnek és már tanulták azt, hogy szárról szárra terjed, hogy ezek akkor biztos valami fontos információt hordozó történetek, hiszen annélkül, hogy lehettek volna írva, megmaradtak, és bár variációik vannak, de fontos volt az embereknek, hogy ezt időről időre elmeséljék egymásnak, és hát ez a különleges bennük, hogy ez szerintem ez egy bizonyíték arra, hogy a témák, amelyekről szólnak, azok fontosak, illetve hát ezt tudjuk is, mert miről szólnak, most is ezek a fontos témák, az élet, a halál, a szerelem, a barátság, és ehhez kapcsolódó érzések, érzelmek, és hogy hogyan kezeljük ezeket a kapcsolatokat, meg hogyan viszonyulunk ezekhez a kérdésekhez, és a mesék is erről szólnak. A Mesemúzeum fenntartója a Budavári Önkormányzat és a Petőfi Irodalmi Múzeum. Az intézménynek otthont adó ház kalandos történetét szintén egy rövid meséből ismerhetik meg a látogatók. Fontos volt számomra, hogy nem csak népmesék vannak, meg műmesék, amiket írunk, hanem minden embernek megvan a maga története, minden háznak is megvan a maga története, és valahogy ezt is szerettem volna közvetíteni a látogatók felé, és a Kapuajban van egy installáció a házmeséje címmel. Egy művészettörténész hölgy feldolgozta ennek a háznak a történetét, és ezt amikor megtudtam, akkor hát beépítettem a mindennapjainkba, úgyhogy van erre egy múzeumpedagógiai foglalkozás, mert tudjuk, hogy milyen műhelyek voltak itt, kik laktak itt, ki volt az, aki aztán megvette a házat, meg emeletet épített rá 1815-ben, úgyhogy ez a maga a helyszín nagyon
nagyon vonzó ezekkel a boltívekkel, kedves részletekkel. A Mesemúzeum másik fontos feladatának azt tartja, hogy a klasszikus és kortárs gyermekirodalom segítségével már egészen kiskortól előkészítse és megalapozza az olvasás tanulását és szeretetét. Éppen ezért a kortárs írók is gyakori vendégei az intézménynek. Szombaton volt a kulcsátadás ceremónia, kitaláltuk már a kezdetekkor, hogy legyen egy patronus minden évben, és ez a ceremónia magában hordozza azt, hogy akkor ez a patronus és a múzeum kulcsának őre is, és ezt mindig átadjuk ünnepélyesen a következőnek, és most Lackfi János lett egy évre, aki hát egy picit foglalkozik velünk, eljön néha, programokat csinálunk közösen, és segíti a munkánkat. Csukás István, Halász Judit és Kányadi Sándor után van most Lackfi János. Úgyhogy Sándor bácsi azt hiszem elégedett. Nagyon aranyos, sokszor jön, érdeklődik. A tervek szerint a Mesemúzeum hamarosan tovább bővül, és ez nem mese. Az első kerület nagyon elégedett szintén azzal, ahogy a Mesemúzeum vonza a közönséget, és amilyen programokat csinálunk, úgyhogy itt a két házad odébb a 9-es szám alatt, a Virág Benedek házban kaptunk egy másik helységet, és ott pedig a mostani inkább, hát azért mondjuk ezt eddig végig hangsúlyoztam, hogy nagyon erősen bevonó és aktivizáló tér és foglalkozások mellett, ott még inkább az alkotásra helyeződne a hangsúly, egy nagyobb korosztálynak, a felső tagozatosoknak, egy meseműhelyt hoztunk létre, ahol egy mesebeli város hát lesz felépítve, most leginkább így két dimenzióba kell elképzelni, egy nagyon ügyes iparművész hallgató lány rajzolta meg nekünk ezt a várost, és ezt a várost az adott csoport, meg hát a látogatók népesítik be, ők adnak neki nevet, az utcáknak is, annak, hogy kinek állítanának szobrot, hogy milyen könyveket ajánlanának a könyvesboltban, hogy milyen menüt állít össze éppen aktuálisan a éttermes, illetve hogy milyen apró hirdetések vannak, ezek már mind pici, apró írásos feladatok tulajdonképpen, amelyen ezt gyakorolhatják, magát a fogalmazást, és a foglalkozás során pedig mi megadunk csomó pontokat, meg egy történet keretet, és ők kötik össze, és ők találják ki igazából, hogy mi is történt, egy rejtét kell felgöngyölíteniük, amely a városban megtörtént. És ehhez is vannak kreatív írásos feladatok. Tehát itt már inkább a történet alkotása, ami a középpontban van. Ez még kevésbé hagyományos múzeum tulajdonképpen. Rajzokban megfogalmazott vallomások emberről, természetről és isteni szeretetről. Így lehet leginkább összefoglalni Nádas László iparművész életrajzi könyvét, amelyben rajzok és szövegek segítségével mesél életéről. A kötet az Életrajz címet viseli, és nemrégiben mutatták be a közönségnek a MOM Kulturális Központban. Ugyanitt látható jövő év elejéig a Művész Advent című kiállítása. Nádas László a magyar ipari formatervezés meghatározó személyisége, akinek munkásságát 1979-ben Munkácsi díjjal is elismerték. A művészt Életrajz című könyvének bemutatóján Sikota Krisztina köszöntötte. Szerszámok, járművek, használati eszközök, játékok, játszóterek és más legkülönbözőbb tárgyak formatervezőjeként szakmájának kiemelkedő tervezője, igazi dizájner. Ugyanakkor, mint a természet szerelmese, a balatoni bukolikus táj gondolatgazdag szemlélője, mint a hozzá közel álló szakrális és mitológikus témák megközelítője, mint a történelem hiteles tanúja és az emberi kapcsolatok elmélyült ábrázolója, igazi rajzművész, állít a kötet hátulján. De azt hiszem, hogy nekünk, hegyvidékieknek, Nádas László egy kicsit ennél több, illetve sokkal több.
hiszen László itt a hegyvidéken él már nagyon régóta családjával, gyerekeivel, unokáival. Nem csak itt él, hanem itt jár templomba, itt járnak a gyerekei, unokái néptánc csoportba, a Jókai Néptánc csoportba, és jól ismerjük már művészetét, hiszen a Galéria 12 Egyesület művészeként, amely a kerület művészeit fogja össze, számtalan kiállításon láthattuk már munkáit. Az Életrajz című kötetben rajzok és szövegek egymást kiegészítve mesélnek a művészről. Nádas László elmondta, a rajz számára mindig is önmaga színtiszta kifejezését jelentette. Amióta egy felnőtt eszemet tudom, mindig rajzoltam, és ilyen naplószerűen szinte, de eleinte csak ösztönösen. Aztán később tudatosan rendeztem, és az élményeimet úgy próbáltam olyan módon kifejezni, amit szóval, írással nem lehet, csak rajzal. És hát ebből aztán jött egy hullám 15 évvel ezelőtt, ami az írás felé sodort. Az alkotó első könyve a Palackposta címet kapta, és szintén önéletrajzi ihletésű volt. Ennek sikerei biztatták arra Nádas Lászlót, hogy belevágjon második könyvének megírásába. Bátorítást adott nekem, hogy valahogy azokat az élményeket, amiket az ember megél, közzé tehesse, vagy aki akarja, vegye ki a tálból magának az, ami tetszik és szép. Én olvastam egy, azt hiszem Churchill mondta azt, hogy az a jó társadalom, ahol egy korosztályban legalább 2-3 ezer önéletrajz jelenik meg. Akkor az utókor azt a társadalmat meg tudja ítélni. És én szerettem volna ebbe belelépni, hogy ezeket a dolgokat, amiket mi megéltünk, és egy ember megélt ebbe a világba, azt láthassa, és esetleg egy kis kommentárral át is élhesse, hogy valahogy visszanézve, szóval, hogy mondjam, az elmúltat nem lehet élhetővé tenni, de azt érzékeltetni lehet, hogy mekkora volt az a hegy, amit meg kellett mászni, mekkora volt a gödör, amiből ki kellett jönni. Ezt szerettem volna éppen, és megmutatni rajzokban és meg írásban is ezekre fölhívni figyelmet. A könyv bemutatóján Feledi Balázs művészeti író és Görbe László atya beszélgettek Nádas Lászlóval. Hogy amikor elkezdtünk beszélgetni ennek a könyvnek a gondolatáról, akkor megfogalmazódott az, és ez gyönyörűen kibontódott az én érzésem szerint ebben a könyvben, hogy tulajdonképpen Laci is rajzaiban, munkáiban és a kiválasztott szövegekben, egyébként mi hárman vagyunk a könyvnek a prózai szerzői is, tulajdonképpen három olyan területen ragadjuk meg a néző és az érdeklődő figyelmét, amelyek Lacihoz is nagyon közel vannak. Szó esett már erről, de talán ezt ki kell bontani, az emberi kapcsolatok fontossága, a szerelem az ember életében, ez persze a család gondolatához is kötődik, ez rajzilag is ebben a kötetben gyönyörűen bontja ki Laci, azzal a nagy válogatási nehézséggel, amiről már vele is és oly sokat beszélgettünk, hogy sok száz rajzból kellett a mai könyvnek az anyagát kiválogatni. A második ugye természetszerűen a természethez való viszony, a konkrét hiten túl talán az a panteisztikus viszony, a természet és ki kell mondanunk a Réfülöpi környezethez való rendkívül intenzív, és ezt rajzokban nagyon atmoszférikusan feldolgozó Nádas László rajzi világ, és a harmadik a szakralitás, amely ebben a könyvben rendkívüli erővel bontódik ki. A MOM Kulturális Központ Reich Károly galériájában Nádas László rajzaiból Advent címmel nyílt kiállítás, amit január 6-áig láthat a közönség. Friss Kultúrponttal minden szerdán este 8-kor jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!